Welcome to our podcast. Thank you for having me, Paolo. Az amerikai Global Policy Institute podcast adásának vendégeként köszöntötte a hallgatókat Rácz Zsófia. Az Index vette észre, hogy a leendő család és ifjúságügyért felelős helyettes államtitkár idén nyáron adott interjút. A kormányközeli alapjogokért központ ösztöndíjasaként töltött néhány hónapot Washingtonban. A műsorban beszélt az Európai Unióról, a V4-ekről, Brüsszelről és a migrációról. A műsorvezető arról is megkérdezte, szerinte ki fenyegeti a legjobban Európát. Szerencsére a terrorizmus már nem akkora probléma Európában, mondta Rácz Zsófia. Természetesen voltak szomorú és szörnyű esetek, de most inkább Oroszországot kell megemlíteni, ha a biztonsági kockázatról van szó, tette hozzá. Szerinte Oroszország a dezinformációs stratégiával képes káoszt okozni, amire fel kell készülni. Rácz Zsófia nem töltötte ki a féléves ösztöndíját. Novák Katalin államtitkár december elején már a helyetteseként mutatta be közösségi oldalán. A 22 éves joghallgatónak nem volt meg a szükséges végzettsége a posztbetöltéséhez, ezért az országgyűlés néhány nappal később változtatott a jogszabályon. Így az ifjúságügyi helyettes államtitkári pozícióhoz már elegendő a hallgatói jogviszony. Dajs Tamás európai parlamenti képviselő az Indexen beszélt arról, hogy a törvénymódosítást jónak látja, csak szerinte túl korán beszéltek Rácz Zsófia kinevezéséről. Ez volt a szándék, de hogy ez megvalósult, mert hiba, baki, tévedés, rossz lépés, az történhet mindenhol, még a Fidesz kormány esetében is. Ez innentől kezdve nyilvánvalóan maga után vonta azt, hogy sokan arról beszélnek, hogy megint személyre szabott jogalkotás. Novák Katalin másképp látja. A Magyar Hírlapnak adott interjúban most azt mondta, idézem, Rácz Zsófi még nem kapta meg a kinevezését, tehát szó sincs utólagos törvénymódosításról, ahogy sokan terjesztik. Ez egy szánalmas magyarázkodás, őszintén szólva. A DK politikusa szerint a kormány a saját igényei szerint változtat a törvényeken. Tehát nyilvánvalóan arról van szó, hogy nem érdekes, hogy mi van a törvénybe leírva, ha ő nekik ez propaganda szempontból fontos, akkor ezt megcsinálják. A DK szerint az ifjúság problémáit azzal még nem lehet megoldani, hogy fiatal helyettes államtitkárt neveznek ki.